Évekre visszamenőleg indult el, hogy a kisfecskéinket, amikor megérkeznek ide az iskolába, akkor megfigyeljük, hogy hogyan viselkednek, és hogyha arra méltóak, akkor szeptember végén kisfecskévé avatjuk őket, mondta Kovács Miklósné igazgatóasszony. És a fecskeavatóhoz csatlakozik még egy születi vigasság is, ahol a gyerekek különböző játékokban vehetnek részt, és nagyon értékes nyereményekkel, zsákba macskával térhetnek haza. Aztán a játékos foglalkozások között van halászat, van célbadobás, van ügyességi verseny, aztán szőlőt keresnek, szőlőt préselnek, aztán a városudvarban ügyességi játékokat játszanak, aztán itt a kisházikó alatt pedig van a faloda, ahová a szülők nagyon-nagyon finom karcagi süteményeket készítettek, ezeket fogyasztják a gyerekek, lehet zsíros kenyeret, a szüretnek megfelelően zsíros kenyeret lilahagymával enni, és lehet szörpöt inni a szörpöldében. A fogadalomtétel szokás szerint most is az udvaron álló Kárpáti Jenő bácsi által készített kopjafánál történik. Nagyon büszkék vagyunk erre a kopjafára, hiszen Jenő bácsinak 3 unokája járt ebbe az iskolába, és ennek emlékére készítette a szeretet, a barátság és a tudásfáját. Ez mind jó útra való az elsősöknek, és az újonnan érkezett kollégák is itt tesznek fogadalmat. 6 új kollega áll majd hamarosan a szeretet, a barátság és a tudás fája elé, hogy ők is felavatásra kerüljenek, hiszen ők is a mi kis nagyfecskéink már. Közöttük van Cárján Bálint atya is, aki diakónusi szolgálatát tölti most itt a katolikus egyház közösségben, és az a hagyomány, hogy a diakónusokat is felavatjuk ilyenkor. A nyolcadikosok kézen fogták a kicsiket, mintegy biztatva őket, hogy nem kell félniük, és az is szokás, hogy a fogadalomtétel után ajándékot adnak át a legkisebbeknek. Az egyik legnagyobb ajándék, hogy megfoghatják a nyolcadikosoknak a kezét, hiszen ez aztán majd évvégén a ballagáskor fordítva történik, és egy kis ajándékot is kapnak az elsősök. Ez most egy kis jelvény, amin egy fecske repül, és ez jelzi azt, hogy ők a mi kis fecskéink. Mint Kovács Miklósné elárulta, 49-en vannak a kisfecskék, mindnyájan egytől egyig nagyon fegyelmezetten viselkednek, nagyon tisztelettudóak, mindig nagyon vidámak, mosolygósak, betartják a szabályokat, és mindenre, amire kérik őket, megteszik. Ezért úgy döntött a nevelőtestület, megérdemlik, hogy valóban kisfecskévé avassák őket.